Folytassuk is az emelőgépkezelő tételeket a 10. bt tétellel Beszéljen az emelőgépek telepítésének, stabilizálásának folyamatáról, mi befolyásolja a gépek stabilitását, milyen esetben nem üzemeltetjük az emelőgépet. Kulcsszavak és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk. Emelőgépek telepítésének lépései, betartandó szomályok, telepítéskor, stabilizáláskor használt anyagok, telepítések dokumentációi, emelőgép üzemeltetésének tilalmai. Emelőgép stabilizálása vízszintezése. A gépek a munkavégzés megkezdése előtt állítsuk vízszintes helyzetbe, a támasztókat működtetve. A gumiabroncsos alváz még ikerkerekes szerelés esetén is csak viszonylag kis felületen fekszik fel a talajra. Nehéz talajok fejtésekor a gumiabroncsok rugalmasan felveszik a reakcióerőket. Ennek megszüntetésére a korszerű mobilkotrók alvázára egy vagy két pár hidraulikus támot, támasztólábot, illetve támasztó tolólapot szerelnek. Az egy páros egysoros támot a hátsó kerekek mögé szerelik, így ez csak a kotrógép terheltebb hátsó részén emeli fel a kotrás közben. A négy támos rendszerrel a kotrogép teljesen a támokra emelhető és stabilan felfekszik. Egyes kotrogépek hátsó támasztó lábai nem csak kereszt, hanem hosszanti irányban is a kerekek mellett letámaszthatók. A felső és az alsó váz közötti támasztó berendezés rendeltetése a felső vázról, a terhelés átadása az alsó váznak, és a felső váz szabad elfordulásának ugye a biztosítása a célja. Az univerzális forgókotvánál elterjedt támasztó berendezések közül leggyakoribb a görgős kialakítású kivitel. Hidraulikus kotróknál az egy vagy két soros golyós koszorú, illetve a hengergörgős támasztó berendezést terjedt el. A kotrógépek felsővázának üzem közbeni körülfordulása alatt az alvázolható erők erősen megterhelik, megterhelik a járószerkezet, és az állékonysági problémát ugye ö, fokozzák azzal, hogy megterhelik ezt a járószerkezetet. A gumikerekes és felfüggesztett munkaszerelés azért kitámasztó támakkal látják el az alsó vázat. Tehát ezért fontos a kitámasztó láb, hogy ne terheljük a gumiabroncsokat illetve a teher súlypontjától fogva ne tudjon felbillenni a munkagépünk. És ez általában ezek a kitámasztó lábok, azaz támszerkezetek általában hidraulikus működtetésűek. Emelőgépek telepítésének szabályai Az emelőgépek telepítésének és szerelésének általános előírásai az emelőgép villamos berendezése feleljen meg az alkalmazási hely követelményeinek. Az emelőgépet a szerelési utasítás szerint kell telepíteni, figyelembe véve a telepítési hely sajátosságait. A szerelést megkezdeni akkor szabad, ha az erőfelvező csatlakozási pontok az előírt módon elkészültek, és az erőket felvenni képes állapotban vannak. A telepítési hely szükség szerint talajmechanikai vizsgálatok is számítások alapján igazoltan alkalmas az emelőgép üzeme és üzemen kívüli állapota közben fellépő erőhatások felvételére. A telepítés szerelés csak az emelőgép szerelési utasítását ismerő gyakorlott szerelők végezhetik, akik rendelkeznek az előírt képesítéssel. Az emelőgép szereléséről naplót kell vezetni. A villamos berendezés feleljen meg az alkalmazási helykövetelményeinek. követelményeinek. Az emelőgép villamos berendezései ugye meg kell, hogy feleljenek a követelményeknek. A szerelési utasításban leírtak szerint kell telepíteni. Az emelőgépet a szerelési utasítás szerint kell telepíteni, figyelembe véve a telepítési helyi sajátosságait telepítés, szerelés csak képesítéssel rendelkező személy végezheti, ugye? És az emelőgép szereléséről naplót kell vezetni? Tilalmak. Tilos az emelőgép állékonyságát biztosító súlyok, nagyságát és elhelyezését megváltoztatni. Amennyiben a szerelési utasítás a helyszínen előállítandó súlyokat ír elő, biztosítani kell, hogy ezek a tömegek, és illetve ezek tömege, idővel ne változzon. Ha a szerelési utasítás a szabadtéri szerelésre szélsebességi korlátot ír elő, a szél előrejelzését vagy a szélmérését biztosítani kell. A szerelés bármi okból megszakítani csak akkor szabad, ha már az összeszerelt géprész állékonysága a szerelés folytatásáig biztosító van. A szereléshez csak az előírt alkatrészek kötő elemek segédanyagok használhatók. Az emelőgép érintés földelmét téri szerelés esetén villanyvédelmét a vonatkozó előírások szerint kell előkészíteni, és megfelelőségét mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni. A villamos berendezés csak szakaszolható és biztosított hálózatról szabad táplálni. Új telepítési helyen felállított emelőgép üzembe helyezése előtt az emelőgép fővizsgálatát el kell végezni. Teherelosztólem ezt talpaló alátétet mindjárt bemutatom, hogy hogy néz ki, és hogy mikor használjuk. Tehát itt láthatjuk ezt a talpaló alátétet. Ezt akkor használjuk, ha a talaj stabilitása nem megfelelő, gyári ö, talpaló alátétet kell alkalmazni. Ezzel növeljük a felület nagyságát, amelyre a gép nehezkedik. Természetesen, ha a talaj ormértékben felázott vagy omlás veszélyes, árak rézsű, van, a gép letalpalása még ezek segítségével sem minden esetben lehetséges. Ha nem megoldható a stabilizálás, a gép nem használható. Tehát ha nem tudjuk stabilizálni még talpaló alátítás sem, akkor tudós használni az emelőgépet. Telepítéskor, stabilizáláskor használt anyagok. Az emelőgépet a és utasítás szerint a helyi sajátosságokat alapul vevő szerelés technológiai utasítás telepítési szerelési terv alapján kell telepíteni vagy szerelni. Emelés technológiai utasításban kell rögzíteni a várható kockázatot csökkentő biztonságos üzemeltetés feltételeit. Ha az emelőgép mozgástartománya közterületet érint és nagy vagy kis feszültségű szabadvezeték közelben van, ehhez figyelembe kell venni az érintett létesítmények üzemeltetőjének alá előírásait, a vonatkozó jogszabályok és szabványok követelményeit. Ezekkel egyenértéki biztonságról kell gosdóskodni, ha az előírt követelmények kielégítésére nincs lehetőség. De itt is ki kell kérni a közterület vagy a létesítmény szabad vezeték áramszolgáltató üzemeltetőjének írásbeli jóváhagyását. Amikor indokolt, az emelőgép mozgástartományát határolni kell a közterület veszélyeztetésének kizárása érdekében. Az elkerítést a vonatkozó jogszabályok szerint jelölése és megfelelő megvilágítással kell ellátni. A helyét olyan változtató emelőgépnél az emelési hely kijelölése előtt talaj, teherbíró képesség ellenőrzésére és az üzemeltetőnek az emelőgépkezelő számára utasítást kell kidolgozni, amivel el tudja dönteni a támasztók tervezett helyén az emelőgép biztonságos üzemeltetéséhez az alkalmazott alátétek megválasztását. A felületi nyomás csökkenése érdekében alátéteket kell alkalmazni, ha a talaj teherbíró képességhez nem teszi lehetővé. Fontos, hogy az alátétek az emelőgép tartozékát képezzék. Az alátétek teherbíró képességét igazolni kell a számítással, ellenőrzéssel, szakértő bevonásával is. A helyét rendeltetés vagy változtató emelőgép emeléssel ellentétes oldalán a kinyúló, mozgó vagy álló részektől 2 méteres talajszinti fölötti magasságban legalább 0,6 méter szabad távolság kell, hogy legyen. Ennek hiányában elkerítés kell alkalmazni a személy forgalom megakadályozására. Emelőgépek üzemeltetésének tilalmai. Az egymás mozgás hatósugarában működő emelőgépek biztonságos üzemeltetésének feltételei. Emelés technológiai utasításba kell rögzíteni. Az utasításban kell meghatározni a telepítésből, a külön-külön, de egyidejű üzemeltetésből, az együttes üzemeltetésből és a környezetből eredő veszélyek miatti várható kockázatot csökkentő vagy kizáró intézkedéseket. Az utasítás tartalmát az érintettekkel igazoltan ismertetni kell. Olyan emelőgépekkel, amelyek bármelyikén az akaratlan elmozdulás nem zárható ki, tilos Együttes emelést végezni. És nagyjából szerintem ez a 10 BT ennyi is volt, úgyhogy további jó tanulást. Sziasztok!